Sziasztok! Ezen a nyáron minden héten egy nap itt voltam előadást tartani a Zánkai Erzsébet táborban, és ennek kapcsán szeretném megjegyezni azt a méltatlanul kevéssé ismert tényt, hogy Zánkai Erzsébet a magyar gyermektáboroztatás úttörője volt. Olyannyira, hogy emiatt valószínűleg félreértésből nagyon sokáig úttörőtábornak hívták ezt a helyet. És azt hiszem az a legborzalmasabb, hogy ezért az egyetlen poénért hoztam most magammal a kamerát, de most nem erről akartam nektek beszélni, hanem arról, hogy hétvégén Sarudon voltam. Nem, Sarudon az nem valami gagyi fájdalomcsillapító utánzat, hanem Sarud egy település. Ha tudjátok, hogy hol van, akkor írjátok meg kommentben. És amíg ezt teszitek, addig elhagyom ezt a helyszínt, és berakok nektek egy körülbelül egy perces videót, azt, amit ott készítettem. Jó szórakozást! És olyannyira sikerült elhagynom a helyszínt, hogy közben eltelt 3 hét, amit szintén nem ölbetett kézzel ücsörögve töltöttem, hanem rengeteg problémát meg kellett oldanom. Az egyik legfontosabb az az volt, hogy miért nincs hangja a videóknak. Ugyanis készítettem rengeteg felvételt, de valahogy menet közben egyszer csak szépen lassan elhalkult a hang, aztán teljesen meghalt. Nem tudtam, hogy ez a kamerának vagy a mikrofonnak a hibája, úgyhogy rengeteg tesztelés volt, míg végre továbbra sem tudom, hogy mi volt a probléma, de most úgy néz ki, hogy minden tökéletesen működik. És a technikai problémákon túl ott van az is, hogy rengeteg program ilyenkor augusztus végén, szeptember elején bontogatja szárnyait, és ilyenkor egy kicsit segíteni kell nekik, hogy elrepülhessenek. Biztos lesz, amit kihagyok, de ott van például az Energiakövet program, tudjátok, ez az, ahol 3 egyetemista megy majd különböző általános és középiskolákba mindenféle rendhagyó energiahatékonysággal kapcsolatos órát tartani, ezek tele lesznek kísérletekkel, meg mindenféle interaktivitásokkal. A próbatanításokról szerettem volna nektek videót készíteni, de hát nem volt hangja az egésznek, úgyhogy veszett fejszénye le. A másik, hogy leültünk tárgyalni a FameLab-bel, ami egy nemzetközi tudománykommunikációs verseny. Ennek úgy néz ki, hogy a magyarországi döntőjét én fogom vezetni, és valamennyies részt fogok venni valószínűleg maguknak a versenyzőknek a felkészítésében is. És ha már a tudományos ismeretterjesztő előadások szóba jöttek, akkor ott a Szindikátor program is. Ennek az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján a legutóbbi néhány hétben elég alaposan átgyúrtuk a rendszerét. Ez az, amire egyetemistaként vagy doktoranduszként tudtok jelentkezni, mi pedig fogjuk a kutatási vagy fejlesztési projekteteknek az előadását, és addig gyúrjuk folyamatosan, ezáltal gyúrva titeket is, amíg abból egy nagyon ütős 3 perces előadás nem lesz, amit aztán a nagy közönség fog élvezni. Na jó, a tavalyi és a tavaly előtti tapasztalatok alapján ti is nagyon fogjátok élvezni. Na és ki a felelős az idén a Szindikátor képzési program összeállításáért? Yes! A részletek jönnek rövidesen. És ezek mellett ott van az is, hogy szeptemberben 3 szombaton is részt veszek az egészségváros rendezvényeken. Ez egy családi nap, ami különböző városokban kerül megrendezésre, a lényeg, hogy egy nagy gyógyszeripari cég támogatja az egészet, és 2 haszna van. Egyrészt a gyógyszercég az adott város egy kiválasztott egészségügyi intézményének a támogatást, másrészt pedig ezt a támogatást olyan arányban adja, amilyenben ti részt vesztek különböző szűrővizsgálatokon. Igen, tudom, ez csak egy PR esemény, de ennek ellenére egy nagyon komoly társadalmi felelősségvállalási haszna van, ugyanis nem csak, hogy az adott egészségügyi intézmény kap támogatást, de a látogatók is valamelyest rá vannak kényszerítve arra, hogy foglalkozzanak az egészségükkel, vegyenek részt különböző szűrővizsgálatokon, és ez azért szerintem elég fontos. Szóval 22-én ennek kapcsán Székesfehérváron leszek, rengeteget fogunk kísérletezni, lesz 2 előadásom is a színpadon, úgyhogy gyertek és találkozzunk ott!
Apropó közönség találkozó, mi lenne, ha ezen a héten összefutnánk egy gyors kísérletezésre Budapesten? Méghozzá szeptember 20-án csütörtökön 17.30 és 18.30 között, ez lesz a Gerilla kísérletezés 3. Mert hogy ez idén lesz a harmadik alkalom, hogy kimegyünk kísérletezni valamelyik közterületre a kutatók éjszakáját megelőző héten, egyfajta bemelegítésképpen. Tavaly és tavaly előtt ott volt velem a tudásos csapat is, sajnos ők az idén nem érnek rá, de én mindenképpen ott leszek, ezúttal nem a keleti pályaudvarnál, hanem a nyugati téren. Szóval 17.30 és 18.30 között bármikor jöhettek, ott fogok kísérletezgetni, remélhetőleg veletek. Ja igen, mondtam, hogy szeptemberben kutatók éjszakája is lesz. 3 héttel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a videót készíteni, akkor az járt a fejemben, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan lehet villámokat fotózni. Sajnos a sarudi kis hétvégi nyaralások során volt erre lehetőségem. Ezt fel is dolgoztam az angol nyelvű csatornámon, viszont menet közben folyamatosan ragyogó napsütés van, úgyhogy szerintem annyira nem lenne aktuális, de ha mégis igénylitek, akkor megcsinálhatom ezt a videót, de előtte egy másik következik majd. Igen, néhány héttel ezelőtt jeleztem Instagramon, hogy rendeltem egy DNS-tesztet, el is végeztem a mintavételt, elküldtem a laborba, és megjött az eredmény. Az eredményeket viszont nem néztem meg, igazság szerint még nem is nagyon készültem fel lelkileg arra, hogy megnézzem, viszont a következő videóban mindenképpen erről szeretnék nektek beszélni. Egyrészt, hogy hogyan működik egy ilyen DNS-teszt, másrészt pedig, hogy mik is az eredmények. Ha nem szeretnétek róla lemaradni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, egyébként pedig rövidesen találkozunk. Sziasztok!